Fehérvár megyét sem kímélte a Duna áradása. Szombaton Ercsiben 695 cm-en tetőzött a folyó, azonban a szakemberek jól felkészültek, a part közelében 292 cm hosszan alakítottak ki homokzsákból védvonalat a katasztrófa védelem egységei. Az ára azonban itt nem érte el a homokzsákokat. Teljesen más a helyzet a vármegye egy másik településén, Adonyban. A lóréven épült házak ártérben helyezkednek el, így a védekezés jogilag sem kivitelezhető. A kormányzati tájékoztatás szerint három elzárt település van jelenleg Magyarországon, Hartánál, Bajánál, és itt, ahol most vagyunk, Adonynál, Lórévnél. Itt mindjárt megmutatja az operatőr kolléga, hogy meddig ért a víz. Kicsit már visszahúzódott a Duna, de itt azért egy speciális helyzet van itt Adonyban, hiszen nem védekeznek az árvíz ellen, hiszen a hullámtérbe épített ingatlanok esetében tudni kell, hogy nem vállal fedezetet a biztosító. Ez azért is logikus így, mert ez egy nagy vízi meder, és ha ezt elkezdik körbebástyázni, akkor lassítják az árvíz elvonulását, ezért jogszabályt tiltja a hullámterekben a védművek kiépítését. Egy kivétel van itt Adonyban, a lakóingatlanoktól pár száz méterre elhelyezkedő Magtár ezt körbebástyázták, de csak azért, mert gazdasági érdek fűződik mindenhez. Az önkormányzatnak sem áll módjában egyébként anyagilag támogatni az ártéri házak helyreállítását. A lakók azért költöznek egyébként ide, mert megveszik, csönd van, beleszeretnek itt a környezetbe és a házakba, messze van a város zajától. Csütörtökön költöztettek ki 64 embert, mindenki zokszó nélkül összepakolt, és ezek az emberek más ingatlanba vagy rokonoknál, barátoknál, ismerősöknél várják az árhullám elvonulását. A polgármesteri tájékoztatás szerint ezek az emberek majd akkor jöhetnek vissza az ingatlanokba, amikor erre a polgármester engedélyt ad, és a Duna már levonult, az árhullám már levonult innen Adonyból is. Azt, hogy mikor ér véget teljes egészében a Duna áradása, egyelőre nehéz megmondani. Azonban az biztos, hogy napról napra egyre inkább apad a vízszint azokon a területeken, amelyeken már tetőzött a Duna az elmúlt napokban.